Itt a tavasz megkezdődött a kétkerekűek szezonja is. Bármennyire is korszerű járműveken hódolhatunk hobbinknak, vagy éppen sportolunk rajtuk, még mindig ez a terület a legsérülékenyebb. A hatóságok kicsiknek és nagyoknak szóló eseményekkel hívják fel a figyelmet a veszélyekre és a szabályokra. Magyarországon nagyon nagy mennyiségű önálló kerékpárút épült, tehát valóban főleg a fiatal korosztálynál ez egy önálló sport lett. Változtak is a szokásuk, hiszen még gyerekkorunkban ugye az út szélén cseppel kerékpárral biciklisztünk, most meg már szinte gépkocsi vagy motorkerékpár gyorsasággal robognak a fiatalok. És ezért is nagyon lényeges, hogy a fiatalok számára azt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ez a modern kerékpározási szokások, ezek mekkora közlekedési kihívást jelentenek, tehát a bukósisaktól kezdve a gépkocsikra való odafigyelések, a kerékpárút használatát minden esetben, ha lehetséges, vegyék igénybe, és méltóképpen próbálják a Crest a közlekedési szabályokat is figyelni. Azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb szempontok, amit a fiatalok felé tudunk tükrözni, és ezért rengeteg kerékpáros rendezvényen fölvonulunk. A szakemberek erőfeszítéseinek, illetve a közlekedési kultúra lassú javulásának köszönhetően csökken a halálos kerékpáros és motoros balesetek száma. De korán sem mondható ideálisnak a helyzet. 40-50%-kal csökkent a közlekedési balesetben meghalt személyek száma. Ez az Európai Unió szintjén nézve is egy rendkívüli eredmény. Azonban azt kell mondjuk, hogy a tavalyi évben ez a csökkenés megtorpant, és tavaly már többen haltak meg közlekedési balesetben, mint az a korábbi években megszokott volt többségükben. Gépkocsiban utasként szenvedték el a halálos kimenetelű balesetet, azaz nem ők voltak a hibásak, hanem egy felnőtt, aki nem kötötte be a gyerekülésbe őket, egy felnőtt, aki figyelmetlenül közlekedett. Ez mindenképpen figyelmeztető jel, valamit másképp kell csinálni. Tehát amellett, hogy a fiatalok közlekedése nevelése jó úton halad, a felnőtteket is be kell vonni az ismeretek felfrissítésébe. Az eszközök tárháza kimeríthetetlen, ezért a hatóságok minden lehetőséget megragadnak. Ezekre a kockázatjelenekre fel kell hívni a figyelmet, hova tovább valamiféle javaslatot kell adni, hogy hogyan lehet elkerülni a baleseteket. Nyilván ennek egyik része egyébként maga az, hogy az informatika világán keresztül közelítsük meg ezt a kérdést. Ugye az e-learningről sokszor beszéltünk, ez a közlekedési hatóság gyereke, azt lehet mondani, és meggyőződésünk a tapasztalatok alapján, hogy sikeres, tehát értelme volt, hogy ebbe az irányba fordultunk. Jó néhány, azt tudom mondani, hogy 100 000-es nagyságrend, aki kapcsolódtak ez a programhoz, és most már több ezren vannak, akik tulajdonképpen ingyen jutottak elméleti vizsgához azáltal, hogy kapcsolódtak a programokhoz. És míg a kisebbek játszva tanulják meg a szabályokat, addig a nagyobbak számot adhatnak rég megszerzett tudásukról, vagy felfrissíthetik azokat. Kiviszünk nagyon sokszor a helyszínre olyan eszközöket, olyan fölépíthető tampályákat, amiket a legkisebbek már tudnak használni. Megjelenünk olyan helyen, ahol pont ezeket a szemléletformáló programokat képesek a helyszín adók megvalósítani. A Hungaroring is ilyen, hiszen itt a közvélemény számára talán nem tudod, de vannak olyan tanpályák, eszközpályák, gokartpályák, amik a legkisebb korosztálytól fogva ezt a szemléletformást, a közlekedés biztonságot segítik, hogy a modern kornak megfelelően is lehet biztonságosan közlekedni, még akkor is, hogyha mások a szokások és a sebességek a fiatalok számára. Rendhagyó különkiadással jelentkezik a Közlekedés 21 e-havi adása. Köszöntöm Önöket, Koltai Anna vagyok. Egészen délre Ciprusig utaztunk, hogy megnézzük, miben más ez a mediterrán ország, mint a többi. Sziget lévén a főszerep természetesen a hajóké. Az egészen kicsi halászcsónaktól a hatalmas teherhajókig megnéztük a sziget tengeri közlekedését. Emellett igazi csemegékre is bukkantunk. Találkoztunk például a világ egyik leglelkesebb motorbicikli gyűjtőjével és kollekciójával. Következzen 26 percnyi utazás Görög-Ciprusra. Őskori csónakok és 2000 éves történelmi hajók a ciprusi partok kincsei Hagia Napában. Robogó, Café Racer, Chopper és Speed, motorarzenál Nikóziában. Milliárdos jaktok, több ezer tonnás teherhajók és hadicirkálók. Margaret Thatcher, Mr. Bean és Makarios érsek járgányai, egy gyűjtögető rally bajnok kollekciója.
Mediterrán életérzés, halumi sajt, kifogyhatatlan rézbányák, mindez Afrodité szigetén. Ciprus a földközi tenger harmadik legnagyobb szigete. 1960 óta független köztársaság, és 2004 óta tagja az Európai Uniónak. A ciprusi köztársaság kettéosztott ország. 1974 óta Törökország megszállva tartja a sziget 37%-át. Cipruson van két támaszpont is, amelyek az Egyesült Királyság független katonai bázisai. Ezek emlékeztetnek arra, hogy a sziget egykoron brit gyarmat volt. Erre utal a jobb kormányos vezetés is. A türkiszkék partokat és a véget nem érő narancs- és olajfaligeteket évente 2,5 millió turista keresi fel. Főleg brit, orosz, német és skandináv utazók érkeznek. Az ország légiforgalma nyáron a turisták miatt sűrű, de tengeri közlekedése egész évben forgalmas. Mivel Ciprushoz közel van Európa, Ázsia és Afrika is, fontos kereskedelmi csomópont. A Közel-Kelet közelsége miatt hadihajók is gyakran kikötnek a szigeten. A Larnakai pálmafás promenád és a szomszédos kikötő a turisták közkedvelt helyszíne. Benéztünk a hajók közé, és nem csak itt, hanem az innen 40 kilométerre lévő Ájanapában is jártunk. Itt a kikötőben egy 85 éves halászbácsival találkoztunk, akinek már 62 éve a tenger és hajója a hűséges társa. Larnaka városa az ősi Kition királyság helyén épült, amely gazdag kikötőváros és a részkereskedelem központja volt. Itt van a sziget legnagyobb repülőtere. Larnaka a nyugodt pihenést kereső turisták kedvenc helyszíne, a pálmafás promenád hangulatos tavernáival. A közeli kikötő kedvelt találkozó helye a világ minden sarkából ideérkező hajósoknak. Nagyjából 450 hajó áll itt a kikötőben. Ez a legnagyobb kikötő Cipruson. Van egy másik Limassolban, amit pár éve építettek, de az sem olyan szép nagy, mint a miénk. A Larnakától keletre fekvő Ágia Nappa már más arcát mutatja a szigetnek. Az egykori halászfaluban naplemente után szinte mindig pezseg az élet. A kis kikötő mentén számos taverna várja a vendégeket, és néhol azért még akad egy-egy öreg halász. Nagyjából 72 éve vagyok a tengeren, ugyanis most 85 éves vagyok. Fogott ma valamit? Ma nem sokat, körülbelül 2 kilónyit. Tegnap is 2 kilót. Néha azért van, hogy 5 is összejön. Egy kis faluban születtem, aztán később itt nősültem meg. Azóta is itt élek Ájanapában. Ez a hajó Larnakában épült, a neve Dimitrosz. Dimitrosz! Ezt neked adom, gránátalma, finom. Ez pedig itt szőlőből készült, a ciprusi töményital. Úgy hívjuk Zivánia. Maga készítette? Nem, egy barátom hozza nekem minden pénteken a hegyekből. Ha különleges vendégeim vannak, olyanok, mint ti, megkínálom őket. Csak egy kicsit kérek. Egy kicsi neked, és öntök a fiúknak is. Egészség. Ájanapa település hangos szórakozó helyei miatt főként a fiatalok körében népszerű. Akik másfajta kultúrára vágynának, azok betérhetnek a 2005-ben épült tengermúzeumba, ahol mi is jártunk, és ahol több száz, sőt több ezer éves hajókra leltünk. Tengeri állatok, amforák, hajóroncsok. Ezeket gyűjti egy csokorba a tengermúzeum, aminek mindjárt megmutatjuk legértékesebb darabját. De előbb jöjjön egy 9000 éves ladik. A kőkorban ilyen papírusz hajókkal keltek át a görög szigetekről a kontinensre.
A papírusz hajó, ha vizet kap, megduzzad, úgyhogy kitömték a réseket is, lapáttal hajtották, és így lehetett vele utazni. A vas felfedezése előtt természetes anyagokat, például fát használtak. A papíruszt pedig obszidián fejszékkel vágták, mert puszta kézzel lehetetlen vágni a papíruszt, könnyebb volt egy megfelelő éles eszközt használni. Ezt a csónakot csak utazásra használták, bár áruszállításra is alkalmasak voltak, de a rakomány nem lehetett túl nehéz, mert a hajó könnyen elsüllyedhetett. Az Anerusza már fiatalabb. A 2200 éves hajóval főként halásztak, de voltak nagyobb útjai is. Északra, azaz Famagustába, a kelet-mediterrán térség legfontosabb kikötőjébe szállított termékeket. Ez itt az eredeti festés eredeti színekkel. A fa is a mi szigetünkről származik, ez fenyőfából készült. Ez a kék-fehér nagyon görögös. A ciprusi házak is kék-fehér színűek voltak, illetve néhány zöld-fehér. Ma is találkozhatsz pár ilyen régi stílusú hajóval, de ők már nem vitorláznak. Itt az Ajanapai kikötőben is áll néhány ilyen típus, hiszen még mindig sokan halásznak. És íme a múzeum legnagyobb büszkesége, az ógörög kereskedőhajó, a Kirénia. A hihetetlenül régi, 2300 éves roncsokat 1965-ben fedezték fel, nem messze az Ajanapai partoktól. Nem is akárhogyan. Egy helyi búvár fedezte fel a roncsokat a 60-as évek közepén. Tengeri szivacsért merült le, de helyette legnagyobb meglepetésére ezeket az amforákat találta. Az amforák alatt voltak a hajó famaradványai. Egy üvegjárólapot helyeztünk a roncsra, ahol a látogatók végig sétálhatnak, és így jobban láthatják a darabokat. A Kirénia pontos mását amerikai kutatók segítségével 1985-ben készítették. A rekonstruálás óta több útja is volt a hajónak. Ezt főként azért készítettük, hogy modellezzük és kipróbáljuk, hogyan is utazhattak 2300 évvel ezelőtt. Ez egy kereskedő hajó volt, amellyel abban az időben az egész földközi tengert bejárták, és amiről most egy életnagyságú másolat készült. Tehát ez egy kereskedő hajó volt. Milyen típusú árut szállítottak vele? Valószínűleg bort és olívaolajat. A roncsban egyébként mandulát és szőlőt is találtak, szóval biztosan kereskedő hajó volt, és nem csatahajó. Ciprusi, rodoszi és palesztin amforákat találtak a roncsokban, így feltehetően ezeken az útvonalakon járhatott a hajó. Agyagtányérok, kanalak és bögrék is előkerültek egy négy személyes készlet részeként. A négyből egyen, minden esetben két-két nagybetűvel. Így feltételezhetjük, hogy a hajón egy kapitány és három tengerész utazott. A ciprusiak a fővárost Nikóziát úgy mondják, Lefkózia. Ez ógörögül annyit jelent, a fehér istenek városa. Központja az óváros, amelyet velencei homokkőerdőfalak és szívalakú bástyák vesznek körül. A világ egyetlen kettéosztott fővárosának falain belül kézművesboltokat és tavernákat találunk, ahol helyi ételeket, halasmezét, halumi sajtot és török kávét kínálnak. A modern, európai hangulatú újváros a falakon kívül terül el toronyházakkal, irodaépületekkel, hangulatos lakónegyedekkel. A több mint 300 ezer lakosú városban a budapestieknek is ismerős buszokkal lehet utazni. Nikózia szívében a Szolomu téren található a buszvégállomás. Főleg új Mercedes buszaink vannak, ezek szolgálják ki a városi és a külső kerületek közlekedését. A régió távolabbi részeibe összesen 300 busz jut el naponta. Ciprus 1960 óta független köztársaság, első elnöke pedig Makáriosz ortodox érsek volt. A törökök 1974-ben elfoglalták a sziget északi 37%-át, amelyet a mai napig megszállás alatt tartanak. A főváros Nikózia is kétfelé szakadt. A városnak sajátos karaktert ad az óvároson is keresztül húzódó határvonal. Csak 2004-ben nyitották meg a határt, azóta lehet átmenni a túloldalra a kijelölt katonai checkpointokon. Köszönöm.
Kevesen gondolnák, hogy Ciprus fővárosában, Nikóziában igazi motoros csemegére lelhetnek. András 30 éve gyűjti a régi motorbicikliket, melyeket a szigetről és szerte a világból szerez be, és amelyeket csak is eredeti alkatrészekkel szerel meg. Összesen több mint 350 motorbicikli, 350 egyedi történettel. Ez az első motormúzeum a szigeten, nem csak Cipruson, hanem az egész mediterrán térségben. Itt talán a világ legjobb gyűjteményét láthatod. Robogók, kaférészerek, csopperek és speedmotorok egész sorra látható a múzeumban. Az amerikai, japán, német, brit és orosz típusok között akad a ciprusiak számára egy igen értékes darab. Ez a kétkerekű a népszerű első ciprusi elnöké, Makarios érseké volt. Ez a Triumph egy brit történelmi motor, adományként került hozzám. Makarios érsek rendőri kísérete használta. És megvan a tengeren túli párja, egy amerikai gyártmány. Ez a Harley pedig Kennedy elnök ajándéka Makariosnak, ezt is a rendőri kíséret használta. Sok motor a szigetről van, mondjuk egy fa alatt vagy egy elhagyott garázsban találtam rájuk. Legtöbbször nagyon rossz állapotban voltak, fel kellett újítanom őket. A felújítás pedig csak is eredeti alkatrészekkel képzelhető el. A kütyük felkutatása és beszerzése legalább olyan nehéz feladat, mint magának a motortestnek a fellelése. Andreas a legtöbb járművet úgy feljavította, hogy még ma is működnek. A gyűjtemény darabjainál kritérium, hogy vintage-nek, azaz legalább 20 évnél régebbinek kell lenniük. A legrégebbi motorom egyébként 1910-es. Csak is eredeti darabjaim vannak, és fontos, hogy az alkatrészeknek is mind eredetinek kell lenniük. Másolatot, hamisítványt nem használok. Ma már újra divat régi motorokat gyűjteni, de 20-30 éve még az emberek meg akartak szabadulni ezektől a régi motoroktól és alkatrészektől. Szóval akkoriban nagyon olcsón, több százával tudtam megvenni az alkatrészeket, így még a mai napig tudok velük dolgozni. Ennek a motornak egy török-ciprusi tulajdonosa volt. Ezért András csak az 1974-es határnyitáskor tudott átmenni a sziget törökök által elfoglalt területére, hogy ellenőrizze a jármű eredetét. Ez egy török-ciprióta motorversenyző, Zeki is a járgánya. A 70-es évek elején többszörös bajnok volt. Ez itt mellette John Cooper, a Mini Morris atya Angliából. Ő adta át neki a kupát. A motorversenyző Andreasnak ajándékozta a nyertes trófeáit. A török és a görög ciprusiak egykoron békében éltek együtt a szigeten. Ezt példázza, hogy a versenyző és Andreas együtt restaurálták a motort. Ez a motor egészen másféle. A kelet-német gyártmányt a ciprusi üdülőfaluban, Aia Napában találta. Ez egy díjnyertes modell, ami nagyon jó minőségű volt abban az időben. A németek okos technológiával dolgoztak, nagyon jó motorjaik voltak. Később ez a példány valahogy Ciprusra került, a tulajdonosa a környező falvakat járta és krumplit gyűjtött vele. Ezek a katonai motorok pedig itt mind a 40-es évekből valók. Ezt itt például a nagyapám használta, aki az egyiptomi háborúban szolgált 1939 és 45 között. 12 évesen kezdtem motorozni, imádom, a véremben van, nem tudom elképzelni, hogy valaha is eladjam őket. Van két fiam, akiket megfertőztem a mániámmal, azt hiszem, ők szívesen átvennék a gyűjteményt. A feleségem is velünk szokott jönni, úgyhogy igazi motoros család vagyunk. Ezek a motorok kiválóan használhatóak még ma is, bárhova elmehetsz velük. Csak vigyázni kell rájuk. Igen, vigyázni kell rájuk, és szeretni kell őket. A limassoli jacht kikötőt 2014 nyarán adták át a forgalomnak. Itt a luxusé a főszerep, önök is látni fogják. Pár kilométerrel arrébb azonban, ahol most vagyunk, már egy egészen más karakterű kikötőre bukkantunk. Ez Ciprus legfontosabb közlekedési csomópontja, ahol évente több mint 4000 civil és hadihajó fordul meg. Kulturális és wellness központ, éttermek, bérelhető és megvásárolható apartmanok. Mindez egy kikötőn belül. A multifunkciós limassoli jacht kikötőben olcsó kisladikokat nemigen találunk.
A legtöbb jacht ciprióteké, de sok látogatónk érkezik a Közel-Keletről és Oroszországból is. A jachtoknál kicsinek számító 8 méterestől egészen a 110 méteres hajókig bezárólag a kikötő mintegy 650 hajót tud kiszolgálni. 2013-ban nyitottunk, addig csak a maximum 25 méteres jachtok tudtak kikötni Cipruson. Most már szuperjachtok is jöhetnek ide, ami egy egészen új piacot nyitott a szigetnek. Feltettük Ciprust a tengeri jachtközlekedés térképére. A jachtok között kakukktojás is akad. Az ókori görög hajót, a Kiréniát már láthattuk az Ayia Napai Tengermúzeumban is. Itt viszont vizen van. Ez itt egy másik másolata az ősi hajónak, a Kiréniának. A múzeumival ellentétben ezt rövid hajóutakra is használják. Így ki lehet próbálni, hogyan utazhattak a régi időkben. Ezt a hajót használták az athéni olimpiai játékok alatt is. Akkor Ciprus szimbolikus ajándékát, Rezet szállított a görög partokra. Pont úgy építették fel, mint az eredetit. Nem használtak fémet, csak olyan anyagokat, amelyekkel az ősi időkben is dolgoztak. Az utolsó szögig a Kirénia mása. Mivel Ciprushoz közel van Európa, Ázsia és Afrika is, a sziget fontos kereskedelmi csomópont. Limasszolban van egy másik kikötő is, ahol nem találunk milliárdos szuperjaktokat. Sokkal inkább hatalmas rakománnyal ellátott konténer és teherhajókat. Ott jártunkkor egy francia hadihajó is a parton állomásozott. Ez a kikötő 1974 előtt nagyon kicsi infrastruktúrával működött. Abban az időben ugyanis Famagusta volt a legfőbb kikötő. Azonban mivel az az északi oldalon volt, a török megszállás után bezárt. Új kikötő kellett Ciprusnak, ekkor kezdtük el kibővíteni a limasszoli hajóállomást, és a fejlesztés a mai napig tart. Sok hajó azért áll meg itt a kikötőben, hogy üzemanyagot töltsenek bele, megjavítsák, vagy hogy pihenjen a személyzet. Nagy óceánjáró hajók is érkeznek ide az Atlanti-óceán felől. A turista hajók érkezése nagyban függ a kelet-mediterrán térségben lévő politikai és háborús helyzettől. Ha veszélyes idők járnak Libanonban vagy Haifában, akkor a turista hajók nem állnak meg itt. Egyik évben nagy az ilyen hajók forgalma, a másikban minden megváltozik. Helyette ilyenkor inkább hadihajók állomásoznak itt. Nem csak motor, hanem autóőrültek is laknak a szigeten. Ciprus ünnepelt rally bajnoka gondolt egy merészet, és összegyűjtötte a világ legkülönlegesebb autóit. Mr. Bean kis zöld autója, Margaret Thatcher szolgálati járműve, és amiben most ülök, az ikonikus T-modell is helyet kapott a múzeumban. Ez az első és egyetlen klasszikus autómúzeum Cipruson. Dinis Mavropoulos négy kerekűek iránti szenvedélye tinédzser korában kezdődött. Akkor kezdett ugyanis rallizni. Ez itt én vagyok fiatalon, amikor még belefértem a versenyruhámba. Rally és rallycross versenyző voltam, európai, brit és ciprusi bajnok. Ezzel hill climbot nyertem, gyilkos autó, iszonyú gyors. Szinte a földön ülsz benne, olyan alacsony. Kifejezetten az én magasságomra készítették. Elképesztő gyorsulása van. 2,8 másodperc alatt 100 mérföldre gyorsul fel. A több száz veterán és klasszikus autó régi tulajdonosai között akad ismerős is. A vaslédi Margaret Thatcher robosztus szolgálati járművét Dimis aukción szerezte. A vaslédinek miniszterelnöksége idején három pontosan ugyanolyan autója volt. Ennek biztonsági oka volt, mert így nem lehetett tudni, melyikben ül. Ez a három közül az egyik. Maradjunk az angoloknál. Kicsi, zöld és folyvást galibát okoz. Önöknek is ismerős? Mindenki ismeri ezt az autót. Három darab készült a filmhez, ebből kettő van meg ma is. Az egyik egy svéd múzeumban van, a másik hozzám került. A harmadik egy katonai tankkal ütközött valahogy. Kinyitom. Mr. Bean autójában ülök. Az eredetiben. It's a Cadillac. Ez a Cadillac Makarios érseké volt, Amerikából kapta ajándékba, szuper biztos autó, gáz, bomba és golyóálló, nem akármilyen súlya van, 4200 kiló. Próbáld meg kinyitni az ajtót. Iszonyú nehéz. Az ablakai pedig nem nyithatók, biztonsági okokból. Ez itt az utolsó klasszikus mini, amit még az angolok gyártottak.
a legutolsó széria számmal. Senki sem használta, a futószalagról hoztam el egy keddi napon. Másnap már a németek gyártották az új Minit. A veterán és klasszikus autók gyűjtéséhez kell egyfajta megszállottság. Dimis 98 darab négykerekűjét ma is lehet vezetni. A Ford T modellje volt az első megfizethető autó. 1908 és 27 között több mint 15 milliót adtak el belőle. Az emberek először megijedtek, hogy nem láttak lovakat a kocsi előtt. A ló evolúciója ez a fából készült autó volt. Csak éppen lovak helyett a motor miatt gurult. Dimis múzeuma már egy évvel a nyitás után kinőtte magát. Az álma egy olyan közösségi tér kialakítása, ahol az autóőrültek kávézóban, rendezvényeken tudják kicserélni gondolataikat. Addig is minden évben jótékonysági rallikat rendez a szigeten, a rajtvonalnál természetesen veterán autókkal. Ez volt a Közlekedés 21 Ciprusról. A műsor végére talán kicsit közelebb kerültünk a válaszhoz, hogy miért választja évente úti célnak 2,5 millió turista görög Ciprust. Adásunkat visszanézhetik a honlapunkon, vagy követhetnek minket a legnagyobb közösségi oldalon. Viszontlátásra!